Azt fogjuk megnézni. Jó, csak én lenyomni akartam. Azt fogjuk megnézni, figyeljétek, akkor többiek is, hogy a pingponglabdát ugye... Pingponglabdát nitrogén alá nyomjuk. Na most az, az meglephet titeket, hogy nem roppan össze a pingponglabda. De akkor kifejti meg, hogy miért nem roppan össze a pingponglabda. Hát belülről a levegő nyomása ellen tart neki. Hát de annak össze kéne annak a levegőnek húzódnia. Kis térfogatóra esnie. Hát nem könnyű megfejtés, hogy ki van lukasztva ez a pingponglabda, két luk van rajta. És azért tartom alul, azért tartom a nitrogén alatt, hogy szívódjon, tehát a két kis lukon keresztül a nitrogén áramoljon be a labdába. Most itt egy kicsit kell vele várni. Ja. Azt már külön nézzük azt, hogy hogyan az ki. Egy kicsit várunk még. Bírja? Perceket? Mert ha kevés a nitrogén, ami beszivárog, nem mindjárt reggeliztetünk. De más is akar, mint nitrogénes kekszet. Ha kevés a nitrogén, ami a labdába beáramlik, akkor nem sikerül kísérlet. Amikor már így nagyjából félig úszik csak a nitrogénbe, akkor elég sok beleáramlott. Egyébként azon a fekete pöttyön keresztül áramlik bele. Most így van, így már nagyjából jó, ezt megpróbáljuk kikotorni. Most lesz a látványos, figyeljetek. Akkor megvárjuk még. Videózzó, Zsani? Ja, jó. Mert azzal nem is tudsz? Nem, jó. Nem baj, mert itt fölvesszük videóra. Na most akkor itt kivesszük. Kikotrom a labdát. És akkor innen kezdődhet a törgett kis üzemmód. Egy tenyérre rá kell melegíteni. Na jó. Hát ez most nem sikerült. Még egy próba. De most szerintem akkor ezt töröd ki. Na megváljuk, az kész.